Na szavaztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy videóval. Igen, nem Farming Simulator és nem Sprinterz, viszont most nagyon-nagyon megtetszett nekem ez a játék, és úgy gondoltam, hogy ha egyszer játszom vele, így a szabad időmben, akkor már csinálok róla videót is. Ez nem más, mint a Division. Nem nagyon akarom húzni az időt, hanem egyből a karakter generálással kezdünk. Egyébként én már játszottam ezzel a játékkal egy nagyon kicsit, de új karaktert indítok miattatok, hogy akkor már legyen belőle egy videósorozat is. Na, azt mondja, hogy ugye karaktergenerálásnál vagyunk, és kiválasztjuk, hogy mi, hogy nézzünk ki. Hú, azok milyen fejek vannak, gyerekek. Mindig ugyanazok a fejek vannak, mint hogy azelőtt nem ezek a fejek lettek volna. Ah, ez jó lesz nekünk. Legyünk ilyenek. Bőrszín nincsen egy kicsit. Jó, világosabb, jó, szemszín. Szemszín legyen barna. Oké. Okay. Haj. Haj. Milyen hajunk legyen? Legyünk kopaszok, basszus. Úgyis sapkát fogunk hordani mindig. Hajszín nem érdekes, ismertető jelek, sebb helyek. Legyen rajtunk sebb hely. Harci festés, na azt akartam. Ilyesmi, valami jó, valami durva harci festést. Az első az jó volt, ez. Csak egy kicsit sötétebb legyen, elsődleges mintaárnyalat. Másodlagos mintaárnyalat. Harmadlagos mintaárnyalat. Így jó lesz. Így jó lesz. Na, oké. Okay. Kiegészítők. Piercing és szemüveg. Szemüveg kéne, basszus. Valami jó ízék legyünk. Oh, nem ez. Nem ez. Nem ez. Ez. Ez legyen. Ez ilyen izé, ilyen lövésszemüveg, tudjátok. Na, megerősítés, oké. Okay. Ugye, ez a játék, ez nem szól másról, mint New Yorkba lehet kalandozgatni. Gyakorlatilag ilyen ügynökök vagyunk, akik rendet kellene teremteni ebbe a világba. Csak az a probléma, hogy itt egy ilyen... Látok? Az a nagy probléma... Ja, itt 5%-onként lehet hajtani, oké. Hogy ilyen vírusfertőzés történt. Gyakorlatilag láttátok az Én a Legenda című filmet, akkor úgy vágjátok. Na, így nézzünk ki, nagyon szuper. És akkor most egy ilyen tutorial rész jön rám egyébként, srácok. Control gombbal minden fedezét mögé bebújhatsz. Oké. Tüzelj a célokra. Oké. Ki kell próbálni a másodlagos fegyvert. Összesen talán 2 órát játszottam ezzel a játékkal. De úgy gondoltam, hogy végig toljuk az elejétől beletek. Egyébként ez egy multiplayer játék, gyakorlatilag egy MMORPG, tehát... Tehát rengetegen játszanak vele. Várjatok! A minimapot bal oldalt fel látni egyébként, hogyha vannak tárgyak. És akkor most mennünk kell, és egyébként kurva jó, például nézzétek ezt a térképet is, így levetíti így az utcára, ami nekem nagyon bejövős. És akkor ugye oda kell mennünk. Minden gyakorlatilag úgy jön elő, hogy az inventory-d is, hogy közben látod a karaktered, baromi jó. Kinézetét egyébként lehet változtatni már az elejét a csávónak. Egy kicsit darkosabbra veszem, barna naci legyen, vagy pedig zöld, nincs, fekete naci is van, fekete naci legyen. Kabát az milyen legyen? Az is valami zöld. Kőszürke. Barna bőrkabát, jó ez, oké. Okay. És a sapi, várjatok, sapik nincs semmink, legyünk sapiba. Baseball sapi, jó lesz ez, ma a zöld. Na, így egy kicsit ilyen darkosabban nézem ki. Mondjuk ez elég hülyén néz ki ez a sapka. Jó, mindegy, menjünk. Ugye itt például van a... Manhattan híd. És ugye most még nem Manhattanben vagyunk, hanem kívül, mármint a városon kívül, nem tudom. Ilyen nagyobb térképet most még nem látunk, mert igazából ez egy ilyen tutorial zóna. Itt fogja megmutatni nekünk, hogy hogy működik a játék, ezt nagyon gyorsan végigdaráljuk. Hát ugye nem olyan tutorial zóna, hogy tehát nem...
nem kell tutoriálokat csinálni, hanem gyakorlatilag ahogy játszunk, úgy fogja megmutatni. Egyébként a játék baromi jól néz ki. Szerintem, nekem nagyon bejövős. Ugye civilek vannak, akik még nem haltak meg. De rengeteg ellenség van. Teljesen open world. Egész New Yorkban mászkálhatsz. Mit tud rejtek hely, és itt már vannak más játékosok, ahogy megnézitek. Ott van például Hoshi nevezetű játékos, vagy Dirk. Itt vannak. Ők ezek mind játékosok, ő is játékos. És akkor... ővel kell beszélni. Ja nem, ő egy kereskedő, lehetne ugye új fegyvereket venni, de most nem azzal foglalkozunk, hanem a küldetést próbáljuk megcsinálni. Megpróbálom pörgősen csinálni ezt a gameplay, gyerekek. Ezt át is léptem ezt a üzét, már ületőt. És akkor itt lehet felvenni küldetéseket, mindig a helyzetjelentés kérése. És akkor kaptunk is három küldetést, amit a térképen érünk el. És akkor ezeket meg tudjuk csinálni, ha akarjuk, mondjuk. Csináljuk meg ezt az elsőt. Megyünk is, srácok, azt nyomjuk neki, oké? Okay, akkor jobb, tényleg legyen egy kicsit pörgősebb. Esik a hó. Azt mondtam egyébként... marom jó, hogy... változik az időjárási körülmények folyamatosan. Jó, valami kaját kell visszaszereznünk, ugye mindenki full magyar egyébként a játék, nem magyarosítottam. Nagyon ajánlom mindenkinek, nagyon kis hangulatos. És nagyon sok időt lehet vele eltölteni, mert van PvP zóna is, ahol egymást lehet hentelni. Mindenki kell jönni. És ugye mutatja a célpontot, ott, hogy hova kell menni. Térképen esetleg meg tudod nézni, hogyha teljesen rá tudsz zoomolni, hogy mit kell csinálni. Mellékküldet is kírja, ugye, hogy mit kapsz érte, ott van, hogy 35 kreditet fogunk kapni érte, 1500 XP-t és egy testpáncélt. És ellenség szintje 1-es, mikor tök minden, ott van, hogy mit kell csinálni. Minden teljesen meg tudsz róla. Na most ezt a tagot kérek így érni. Az, és azért ugye XP-t kapunk, egyes szintűleg vagyunk, jobb oldalt felül van az a csúszka, hogyha az, vagy az a csík, azt felér, akkor ugye már következő szintűek lesz ő. Oké. Okay. Mennünk kell tovább természetesen, és egyébként mindenféle gírt ugye kell szerezni, itt az inventoriban vannak a fegyverek, a páncélt, meg mindent ugye tudsz magadra aggatni, és egyre jobb dolgokat kell, hogy ugye jobban túlélj. Rengeteg fajta fegyver van, fegyvereket módosítani tudod különböző felszerelésekkel. És azt majd figyeljétek meg, most ugye esik a hó, nincs a kabátunkon hó, meg a sapkánkon, majd elvileg belep minket. Hoppá, az ellenség. Az. Itt van ugye a HP-nk, meg a lőszerünk. Ezt látjátok. A izébe a hármas fegyverbe, ebbe a pisztolybe ebbe végtelen lőszer van, ebbe meg ugye ott van, hogy mennyi van belőle. Itt egy loot, egy védőpáncélt találtunk. Amikor megnézed az i-betűvel, és a páncéloknál látja, hogy négyes, egyes szintű, de négyes védettségű, és egy jobbat találtunk, ezt ilyenkor fel lehet venni. És már is jobb a védettségünk. Csak ugye arra érdemes figyelni, amikor az inventory bombat hozz, hogy bárhol, akkor nem. Akkor nem veszik el, ugye nem áll meg az idő. Fejre érdemes lőni egyébként természetesen. Itt is vannak ugye lootok, ezeket felszedjük. Itt is egy loot. Nagyon jók a belterek is egyébként. HDR effekt tök jó, amikor bemész egyik helyről a másik, vagy sötétebből a világosba megfordítva, az is jól néz ki. Meg is csináltuk a küldetést.
Azt hiszem nincs itt ilyenkor, amikor egy küldetés megcsinálsz, általában vannak ládák, amiből jobb cuccokat tudsz lootolni. Ah. Hoppá, találtunk egy fegyvert. Felvesszük. És akkor megnézzük, hogy jobb-e a miénknél. Aha. Ez volt nekünk ugye, ez egy MP5-ös. És ez egy G36. Ez van. Ezt kezdjük használni, és ez talán jobb. Egyébként, még az gyors megmutatom, inventory. Hogy ezt itt ilyenkor lehet így megnézni. És ugye lehet rárakni dolgokat. Például van külső skinünk, rárakom ezt. Van egy ilyen skin most a fegyónkon. De egyébként távcsöveket, vagy mindenféle bipotot, meg mindenféle cuccot rá lehet rakni. Jó, menjünk gyerekek, nézzük a következő küldetést. Ugye megcsinálsz egy küldetést, megkapod a jutalmat automatikusan, és mehetsz a következőre, mondjuk menjünk erre. És egy ilyen jelentést is kapunk egyébként, hogy túszejtés van éppen, vagy mi. Meg itt mutatja ugye, hogy mit fogunk jutalmon kapni, vagy az előbb is. Ja, és egy ilyen GPS mutatja, hogy merre kell mennünk, az is kurva jó. Gyorsan futok, nem tökölök gyerekek, szeretnék gyorsan. Ezt a három küldetést letoljuk, és akkor a következő. Igazából ugye ez a rész, ez még ugye nem New Yorkba játszódik, csak ugye Brooklynba. A következő rész lesz, ami benn mehettem be. Majd a következő szekcióba. Nekem nagyon tetszik a grafika, a gép igénye nem vészes. Elég jól optimalizálható, tehát kisebb gépekkel is elég jól megy. Sokat lehet variálni vele ugye a beállításokat. Egyébként arra kell figyelni, hogy ugye itt is lehetnek ellenségek. Érdemes ránézni így, hogy zöld-e vagy piros. Mert ugye piros lenne, akkor máshogy mutatná. Néha lehet segíteni civileknek, és akkor például kapsz cserébe lootot. Merre kell menni? Ja, oda. Nekem durván néz ki az a játék, tetszik. Szeretem az ilyen posztapokaliptikus világban játszódó játékokat. Még az nagyon tetszik, hogy töltés nélkül ugye a helyek között, a külső-belső terek között tudsz mászkálni, baromi jól meg van csinálva. Igen, el képességek képernyő. Van olyan, hogy képességek. Azokat tudsz használni, ugye például van egy olyan, hogy van egy ilyen pajzs, meg van egy ilyen ezt érdemes legelőször használni. Mindjárt mutatom, hogy ez mit tesz. Ha ezt kiválasztod, rá tudod rakni mondjuk Q-ra vagy erre, én az erre rakom, mert ugye Q még nem használható. És akkor, ha használsz egy ilyet, megnyomod az E-t, akkor felderíti a környéket. Leszkeneri, hogy hol vannak ellenségek. És például nyomok egyet, akkor egy végig szkenelt, és akkor ott mutatja, hogy hol vannak ellenfelek, hol nincsenek. Ezeket becserkészszük szépen. Mondjuk meglepjük őket egy gránáttal. És ez mind a három meg is murdalt. Jó, fejlővés volt. Oké, ez meg is van ez a küldetés megint. Egyébként sok küldetésnél... Hoppa, itt egy fegyver. M4-es. Ezt fölvettük, lehet, hogy egy jobb, mint a miénk. Sok küldetésnél úgy van. Képzeljétek, hogy... Tudod választani... Hosszabb számok. A nehézségi szintet is. Na. Rendőrségi M4-es, de rosszabb, mint a miénk. Látjátok, itt van. Ez a tipikus M16-os rövidített verziója, gondolom, vágja mindenki. Egyébként tiszta én a legenda a környezet. Tudjátok, az a film. Meg is kaptuk ugye a kreditet, meg a mindent a küldetésért.
itt egy cucc. Átalakított SMG9. Tart felvétel, megnézem, hogy mennyire szar, mennyire jó. Új, egy csomó fegyverünk van ma. Ezeket ugye el tudod adni majd. Igen, ezt kaptuk, hát ez nem kell. Jó. Mehetünk is a következő küldetésre. Ez az. Hoppa. És ott írja egyébként, hogy ugye milyen, mit kell csinálni, hogy valami láda, meg mit tudom, gyógyszert kell szerezni, nem tudom pontosan, majd meglátjuk. Gyorsan lerohanjuk, megcsináljuk, hogy jussunk tovább. Ugye később sokkal érdekesebb lesz a játék, mert ráadásul azért is, mert még bázisfejlesztésed is van. Tehát kell olyan csinálnod, hogy egy ilyen bázist próbálsz majd fenntartani, hogy amiben van orvosi szárny, műszaki és védelmi. Nagyon tök jók az animációk a karakternek, tök jó. Nekem nagyon tetszik. Oké, nem egy Assassin's Creed, de igazából nem is arról szól ez a játék, jó. Néha ugye ilyenkor már, amikor van ez a szkenner képességünk, le tudod szkennelni a területet. És akkor így látod, hogy civil vagy nem civil. Ott van az ellenség. Ugye mivel be lehet menni egy csomó épületbe. Fú, gyerekek, most mondjátok, hogy nem néz ki jól ez a beszűrődő fény. Itt vannak. Kurva jó. Azt írja, hogy még jönnek. Nem jönnek? Ezt kell megbirizgálnunk. Védd meg a területet, várjátok ér. Nagyon tetszett ez a fedezék. Szerintem nem tudták, hogy hol vagyok. Hogy az ellenségeknek van szintje, kettes szintű, tehát tudod, hogy mennyire erősek. Ugye érdemes rövid sorozatokkal lőni természetesen. Az jó volt. Jó lenne egy távcsövet szerezni a fegyverünkre. Egyébként ne higgyétek, hogy nagyon könnyű, elég nagyokat sebeznek. Csak most elég jó mázling van. Oké, megjött az erősítés, és még ott jönnek, bazd meg. Azt a kurva. A buzi. Hey. Én akarom megölni, ne vegyetek. Oké.
Jó, megnézzük a lootokat. Földön érdemes ugye látni ezeket a... Repesz granát. Védőpáncer. Valamikor olyan lootot ad, hogy lőszer vagy hasonló. Valamikor meg ugye például csak egy egyszerű dolgot. Jó, az is megvan a küldetés, és akkor most vissza kell menni. Futok vissza, gyerekek. Jóféle, tetszik egyébként nekem ez. Azt hiszem, még egy küldetés van itt. Ha jól emlékszem, több nincs. Egy rendőrösnek az ostroma, ami volt trailerbe is. Volt ennek egy trailer, egy E3-as trailer, ilyen nagyon régen. És azzal promózták, azzal a küldetéssel. Ezek a fények, bazd meg, gyerekek. Ezek nagyon jól néznek ki. Meg az árnyékok. A kocsinak a izé világít. Baromi jó. És úgy látom, hogy jön az éjszaka. Valamikor olyan látási viszonyok vannak, gyerekek, hogy nem láttok el mondjuk mit, tudom. Mert ott van az a furgon a sarkon addig. Vagy a stop tábláig. Addig nem látsz el, olyan köd van. És akkor ugye az ellenségek is fogalma sincs, hogy hol vannak. Ja, egyébként odakint nem találkozol játékosokkal. Itt benne ugye látjátok, hogy itt mind játékos, itt sorba áll küldetése. Odakint azért nem találkozol, mert csak akkor találkozol vele, hogyha meghívod. Tehát hogyha többen akartok menni, akkor tudsz akárkivel. De egymást nem tudjátok zavarni. Igen. Jó, feltöltjük mi is a készletet. És akkor megyünk is, kaptunk küldetést, nem? Igen, itt van ellenség szintje, nehézség normál. Itt is ugye lehet választani, vagy itt már lehet választani, hogy egyedül mész vagy többen. Vagy pedig nehézségi szintet is választhatsz, és hogy hányan akartok menni, majd meglátjátok. És ugye nem muszáj onnan bentről hozni embert, havert, hanem ott a küldetésnél is tudsz egy olyat nyomni, hogy egyedül akarod csinálni, vagy többen, vagy pedig keresel magadnak társakat, vagy nem. Így gyorsan megcsináljuk. Meg is próbálunk akkor keresni valakit, jó? Magunk mellé, ha úgy van. Ja, itt van a rendőrös, ezt kéne bevennünk, elég kiső ér belsejét. Tetszik ez a, jól néz ki ez a játék. Na, és akkor ide jössz. Itt lebeg egy ilyen felirat, és akkor nyomsz egy F-et. És akkor be tud állítani nehézségi szintet, vagy akarsz-e valakit megvad mellé, gyors párosítást például. Én lehet, hogy nem akarok, hanem hogy minden XP-t én zsebeljek be, úgymond. Ha bemész, akkor onnan már kezdődik a küldetés. Szeretek felmenni helyekre. Hostiles incoming. Oké. Ugye magaslatod általában előnyben vagy. Belátsz a fedezékek mögé is. Az gránátot akar bont dobni a csávó. Ez neki is van, jó van. Ugye taktikusan kell játszani. Menni kell tovább a parkológarázsba. Ugye mindig fedezék. És akkor tudsz olyat, hogy nyomsz egy ilyet, és akkor átfut a következő fedezékbe, kurva jó. Vannak közelharci ellenfelek is, tehát amikor átfutnak, arra figyelni kell.
Telepre megyünk. Nem hiszem, hogy ráadhatok, de ráadhatok. Erről beszéltem, ez a baseball ütős köcsög Darker. És lehet, hogy kis... Nagyon üt két ütéssel. Jó, oké. Az meg... Elég nagyokat sebeznek, ahogy látjátok, de... Nyomtam egy egészségügy csomagot. Jó volt a fejlődés. Aha, jönnek még, mondom, jönnek-e vagy nem jönnek, de jönnek. Kellene egy pontosabb, egy jó. Örülnek neki. Ezt a hordot találtuk el. Ha. Rendőrség beletér, ha nyomjuk. Ilyenkor nyomsz egy scant, és akkor ugye végig tudod nézni, hogy kik vannak. Picsába. Jó, egy van még csak. Nagyon nem akar kijönni a fedezékbe, azt kell csinálni, hogy gránátot oda küldesz. Ez azért kiszokott. Lootokat meg nem nézem, nincs valami láda, meg ilyesmi szokott lenni. Rendőrségi garázs, na. Csapjuk neki. Ja, meg szokott lenni boss. Ugye boss fightok is vannak. Ellenség közeledik, hogy rohagy meg? Na, szekrény. Rúg ki fejed! Hogy? Menj ki a túlszokat. Na, no, gyerekek, ez egész jól megy egyébként. Fésüld át a felső szinteket. Csavok megindultak, oda nézzetek gyerekek. Csűfölök te a széket, mint a szar. Nincs is semmi cucc, várja, kellene. Ha. Kredencbe is lehet, ott a hűtőbe is lehet. Ugye ez HP-nek számít az ilyen kaja. Azt hiszem, hogyha V-t hosszabb megnyomom, akkor itt lehet válogatni, hogy konzervélelem, meg mit tudom én, mit akarsz benyomni. Különben annyira ki van dolgozva. Például ebben a szobában lehet, hogy soha nem mész be. Megcsinálták volna úgy, mint más játékban, hogy betezik az ajtót, ezt úgyis felrohansz a lépcsőn.
Tök fölösleges volt megcsinálni, de mégis megcsinálták. Na. Ellenfelek vannak. Meg beszéltek gyerekek. Együttéssel. Fél HP-mat leverte. Ez még egyet tud a csapat volna, az nyekú. Bazd meg, az egy haver. Köcsög. Na végre. Semleges is meg a vezetős. Na, nézzetek, tévében megy a idei műsorban. És kilövöd és végre nem az van, hogy ilyen golyóálló. Jó. Szerintem mehetünk. Itt valami lootok vannak. Itt is. Jó. Semlegesítsd a vezetőt. Na ez így ilyen boss fight lesz. Igen, újra töltés. Akármikor meghaltunk, úgyhogy ne rögjetek majd, ha meghalunk, mert... Ugye... Azért nem olyan könnyű. Most ez így elég jól megy. De általában azért szoktam halni. Ide dobott egy kurva gránátot, hogy rohagyd meg. Ez ilyen izé, ilyen vakító vagy mi az, flashbang. Megint oda baszta a gránátot a hülye. Nem menj oda hülye, ott a gránát. Igen, ott a boss. Megjött a boss. Hasd fel metsző nevőt. Bazza. Azért veszélyben vagyok most, na. Az a legrosszabb, hogyha ránk fut. Ezt majdnem meghaltunk, az vágod. Ezt a rohadt. Jó, meghalt.
És a bosszok azok általában jó lootokat dobnak. Oké, megvan mint. Igen, itt van például, mit dobott. Egy fegyvertokot. Páncélnak számít, de izé. Zöldet, ugye itt vannak grédek, tehát mindenféle fegyvernek. Más grade-be tartoznak. Például ugye, hogy ezek mind fehér fegyverek, látjátok, hogy fehér az ikonja. A fegyverek között is mind fehér. Van csak, nincs valami jobb fegyük? Nincs. Végignézzük páncélba. Nincs valami jobb. Nincs. Itt van egy jobb. És akkor mutatom mindjárt itt a fegyvertokoknál, hogy ez már zöld. Ugye ez szabványos, ez kopott. A zöldök általában mindig jobbak. Utána később lesznek más grédek is. Például kék a következő. Jó. Ezt meg is csináltuk, ezt a küldit. Ennyi volt egyébként. Ez volt az utolsó küldi. Igen, és most megyünk majd Manhattanbe. Meg kell menni. Ja igen, innen kezdődik is egyébként, megyünk Manhattanbe, de akkor az a következő részben lesz mindenképpen. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha átérünk Manhattanbe, mindenképpen adjuk a felesleges fegyókat, és kicsit akkor megnézzük, hogy nem tudunk valami jobbat venni, fegyverkezünk, veszünk távcsövet, ilyesmit. Nem is tudom, van pénzünk. Van 3300 kreditünk. Ez jó. Ja, és ide berakhatok most már fegyót. Egyszerű. Hoppá! Hája, ezzel mi a baj? De ez 1600-nak írja. Ja nem, itt valami módosítás van. Mi módosítja? Nem ezt gondolom. Na mindegy, jó van gyerekek, akkor az van, hogy következő részben várlak benneteket, kicsit összeszedjük magunkat, csacsumi!